Már a kórház igazgatóságának falai díszítik azok az alkotások, melyekből nemrégiben kiállítást is szerveztek. De nem csak ide, az egészségügyi intézmény több osztályára is jutott a Szent György alkotókör festményeiből. Minden évben augusztusban van egy nyári tábor, ahol két hétig festenek ezek a művészek, és a festmények a Szent György kórházba kerülnek. És Szent György kórházba bekeretézésre kerülnek, és egy kiállítást tartunk belőle, kb. Egy hónapig nézhetik a kórház dolgozókat. Majd a munkatársaink kiválasztják azt a festményt, amit úgy érzik, hogy a saját osztályukon jó szívvel tudnának látni, és ezeket akkor szétosztjuk azokra az osztályokra, ahol kiválasztották őket, és utána a betegek minden nap megcsodálhatják őket. A Szent György alkotókört a kórház alapítványa mellett Üstör Anna Mária egészségügyi, sport és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok is segíti, hiszen hatható segítségével keretezik be minden évben ezeket a festményeket. Életem első munkahelye volt a Szent György kórház, és azóta is nagy szeretettel és nosztalgiával gondolok vissza erre az intézményre, és nagyon örültem annak, amikor a Szent György alkotókör elkezdte megörökíteni a kórház épületeit is, és egy olyan lelki pluszt tud ez adni az itt lévő betegeknek, dolgozóknak, amihez örülök, hogy hozzájárulhatok a keretezéssel minden évben. Az alkotásokkal tehát péntektől bárki találkozhat, egyebek mellett a központi fizikoterápián, a sürgősségi betegellátó osztályon, az onkológián, vagy akár a kórház bőrgyógyászati osztályán.